Nem mindennapi, koncerttel egybekötött kiállítás megnyitón vettek részt azok, akik ellátogattak a Magházba Tolnán. Az intézmény bemutató termének falait ezúttal Gutpintér Edit helyi alkotó festményei díszítik. Azonban nem először, ezelőtt 4 évvel már megmutatta kreativitását a közönségnek. Gyerekkorom óta foglalkozok igazából, mindig valamit csináltam, utána a körmeszakmába ugye, és 2013-ban, hogy ide költöztem Tolnára, azóta kicsit komolyabban kezdtem vele foglalkozni. Akkor kezdtem el az olajjal barátkozni, mert előtte még soha nem dolgoztam vele, és nagyon-nagyon tetszett, és így belemerültem ebbe a témába. Teljesen autodidakta módon kezdtem el csinálni. Egyből a festészetbe nyúltam bele, rajzolni kevésbé szoktam. Hogyha elő kell rajzolni, akkor persze megcsinálom, de egyből a festész. Ahogy végignézünk a képeken, van, ami egyből szembe tűnik, mégpedig az, hogy meglehetősen nagy méretben készültek. Ez lehet, hogy kompenzálja a méretemet is, hogy ilyen pici vagyok. Volt egy kiállításom Budapesten a Hotel Nemzeti Galériában, és felkértek oda, hogy csináljak képeket. Egy francia tulajdonos mondta, hogy szeretne egy feminim képeket látni, de mivel hogy olyan nagy bent a belmagasság, muszáj voltam ilyen nagy képeket is csinálni, de nagyon élvezem, nagyon szeretem. Absztrakt és kevert technikás képekkel érkeztem most ide. Edit azt is elárulta, hogy bár szinte egytől egyig közel állnak hozzá az alkotások, egy kedvence mégis akad. Ezt a festményt nagyon szeretem, amit láthatom mögöttem, mert méreteiben is, meg ugye azért a textúrák, a ruha, a nőiesség, a modell, meg az élénk színek úgy visszaadják ezt a vidámságot. 190x140-es. Hát ezek több napig készültek, mert ugye a száradási idő is, meg hát azért nekem sem csak ez a munkám, úgyhogy mellette csinálgattam folyamatosan apránként. Kikapcsol, meg szerettem átadni másoknak talán a benti érzéseimet is, meg hogy feltíszítse a saját házát, vagy a belső interiőrt a lakásában. Ez alkalommal nem csak festői tudását mutatta be a tolnai alkotó. Nagyon szeretem ezt a kis zenekart, a Dunarok Akusztik Együttessel vagyok most így kis bokálozással, és meghívtam őket, hogy játszunk itt akkor ez alkalomból. És ha mindez nem lenne elég, Edit több gyermekes édesanyja. 5 gyermekem van, és hál' Istennek mindenki azért örökölt valamit a zene, vagy a művészet. Ezt szokták tőlem kérdezni, hogy ezt hogy csinálom. Hát van egy hátsó stábom, a férjem, és azért a gyermekeim is azért van már, hogy nagyobbak, és nagyon sokat segítenek. Az esemény egyébként egyúttal jótékonysági akció is volt. A résztvevők egy nehéz helyzetbe került családot támogathattak. Közel 80 000 forint gyűlt össze a kiállításon. Akiknek felkeltette az érdeklődését a tárlat, ők azt március 3-áig tekinthetik meg Tolnán a Magházban.